Csupán néhány kattintással meg lehet venni bármilyen terméket az interneten, ez azonban a csalóknak is tág teret kínál a bűncselekmények elkövetéséhez. Emberek átverésével akart gyorsan pénzhez jutni az a férfi is, aki 2016 és 2017 között csalt ki több százezer forintot az interneten. A módszere pedig egyszerű volt. Olyan számítástechnikai eszközöket, szoftvereket kínált eladásra különböző online áruházak felületén, amikkel soha nem rendelkezett. Mindig más felhasználó nevet használta különböző internetes oldalakon. A vevőktől azt kérte, hogy utalják át előre a pénzt. Előfordult, hogy így több százezer forintot csalt ki a vevőktől. Mivel azonban a termékekkel nem rendelkezett, nem volt mit elküldenie számukra. A művelethez előfordult, hogy saját nevén vezetett, máskor mások számlaszámát adta meg. Az internetes csaló ügyében most hozott ítéletet a bíróság. A Szekszárdi járás bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat 2 rendbeli csalás büntettében és 13 rendbeli csalás vétségében, ezért halmazati büntetést szabott ki, 1 év 1 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A büntetés kiszabása során a bíróság súlyosító és enyhítő körülményeket is figyelembe vett. Súlyosító körülmény volt az, hogy a vádlott már többször is volt büntetve, és ezeket a bűncselekményeket is egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Enyhítő körülmény azonban, hogy beismerte a bűncselekmények elkövetését, és megpróbált gondoskodni a kártérítésekről is, az ítélet kihirdetéséig minden sértetnek kiegyenlítette a kárát. Az ítélet jogerős.